A Pittsburgh Steelers bal hátvédje Kelvin Beecham 191 cm-es magasságával és 136 kilóval még mindig az NFL legkisebb játékosa. Hétről hétre nagyobb játékosokkal kell megküzdenie, ami elmondása szerint nem könnyű. Valamikor kiütnek, ők is profik. Néha kapunk jobbról is, balról is, direkt belénk jönnek. Meg kell tudni állni és újra megtalálni az egyensúlyt, lecövekelni. Balhátvédként figyelembe véve, hogy én vagyok a legkisebb játékos, még hamarabb meg kell találnom az egyensúlyomat, és valahogy az előnyére fordítanom ezt a hátrányt. Ebből leginkább Ben Roethlisberger, a csapat irányítója húz hasznot. Ott van a vakfolton, ahol Beecher száll. Ezért mindig, amikor a meccs előtt kezet fogunk, azt mondom neki, gyerünk Beach, te fedezel. Nagyon nagy biztonságot ad az, hogy egy olyan srác fedez, akinek ennyire fontos a játék és az én egészségem is. Azt gondolom, ez emberként, csapattársként és sportolóként is a javára írható. Az, hogy ilyen emberről beszélünk, aki bal hátvédként, az átlagnál kisebbként beválogattak, az mond valamit. Őt választották. Úgy gondolom, hogy nekem is volt ezért ehhez némi közöm, mert belementem. Sőt, egy kicsit kampányoltam is mellette. De ennek az az oka, hogy hiszek benne én is, és az edző is. Ennek az embernek hatalmas szíve van. Kelvin a hetedik fordulóban került be a csapatba 2012-ben, és felküzdötte magát kezdőjátékosnak a második szezonja végére. Hogy sikerült ez neki? Saját bevallása szerint ennek a titka a biztos alap az életében. Mondott valamit, ami nagyon érdekes. Azt mondta, hogy ha nem tudja megfelelően kitámasztani magát, akkor bármi történhet. Balra és jobbra is ellökhetik. Ilyen az élet is. Kérem, beszéljen egy kicsit erről. Ha nem ott vagyunk, ahol kellene, ha nem jó oldalán vagyunk a kősziklának, Jézus Krisztusnak, akkor könnyen sodródunk és hánykolódunk. Ezért egy biztos alapra, Jézus Krisztusra van szükségünk. Az élet így sem lesz egyszerű, de lesz egy biztos pontunk, amire támaszkodhatunk. De ennek Jézus Krisztusnak kell lennie. Ugyanígy van a pályán is. Ha nincs biztos alapom, akkor annak nem lesz jó vége. Kelvin ezt a saját bőrén tapasztalta meg. Az egyik meccsen miatta háromszor is megállították az irányítót az ellenfél védői. Gondolom, megkapta a magáét. Igen, azt mondták, túl kicsi, megmondtuk előre. Elgázolják, nem áll meg a védőkkel szemben. Ezek mind-mind kifogások, sztereotípiák, amelyeket az emberek szeretnek rámaggatni, de én nem engedem be ezeket. Tudom, hogy ki vagyok. Tudom, milyen anyagból gyúrtak. Ismerem a személyiségemet. Tudom, milyen erősségeim vannak. Tudom, kiben van a reménységem. Tudom, mire vagyok képes. Tudom, ki vagyok Krisztusban. Tudom, a helyem a csapatban. Ezért továbbra is teszem a dolgomat. Miközben a Steelers azért küzd, hogy bejussanak a rájátszásokba, Kelvinnek nem számít, milyen ellenállással kell szembenéznie, ragaszkodik ahhoz, hogy biztos alapokon álljon. Jézus Krisztusban van az a biztos alap, amely kulcs ahhoz, hogy a jelenlegi társadalomban élni tudjunk. Egyszerűen szükségünk van rá. Ha nincs biztos alapunk, akkor ingatagok leszünk. Jézus Krisztus nem ingatag. Az emberek inognak, a társadalom változik, de Jézus Krisztus soha. Ha az életünket Jézus kezébe tesszük, akkor egész életünkben gondoskodni fog rólunk.